Dokumentumok, diplomák, fényképek, festmények, könyvek, újságcikkek, pecsétek és régi bútorok láthatók a Váradi család emlékszobájában, amelyet pénteken nyitottak meg a Nagybecskereki Népmúzeumban. A gyűjtemény számos értékes tárgyat tartalmaz, amelyeknek nem csak művészeti, hanem történelmi értéke is van. Ilyen például az íróasztal, amelyet Kisernő aradi vértanú családja ajándékozott a Váradi családnak. Valamiképpen az eltűnés küszöbéről próbáltunk megmenteni egy hagyományt, ami hát persze családi hagyomány, de én talán mondhatom azt is, hogy ez a városnak is a hagyománya. És valamiképpen azt is hozzátenném, hogy a kisebbségvédelemnek is hagyománya. Nagyapám sokat foglalkozott a világháború előtt az akkori szerb kisebbségvédelmével, két világháború között magyar kisebbségvédelmével foglalkozott. Világháború alatt a zsidók sorsával, világháború után a németek sorsával. A hagyatéki szerződést tavaly írták alá. Az emlékszoba berendezésének a költségeit Nagybecskerek város önkormányzata biztosította. Značaj porodice u tome što je ona kontinuirano bila prisutna na ovim prostorima, odnosno u javnom životu našega grada. Značajno je i to što se u ovoj porodici poštovalo pravo i pravna struka bez ikakvih ideoloških, političkih i nacionalnih predrasuda. A bútorok többsége Váradi Imre tulajdonát képezték, aki a budapesti tanulmányairól visszatérve 1893-ban megnyitotta ügyvédi irodáját, amely 2014-ig megszakítás nélkül dolgozott. A Váradi család emlékszobája az állandó kiállítás része, és a múzeum első emeletén tekinthető meg.